A Presszó folytatásában kapcsolunk Újvidékre. Vegyetek részt ti is ingyenesen a Profin okostelefonnal workshopon. A Vajdasági Magyar Diák Szövetség szervezi ezt a workshopot, és Ódos Anabella fotós tanítja meg a résztvevőket arra, hogy hogyan kell jó képeket készíteni. Anabella a vonal túlsó végén is, a részletek következnek. Szerbusz, üdvözöllek! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Nos, hát hogy jött az ötlet, hogy lesz egy ilyen workshop? Felkértek, vagy a te ötleted volt, hogy jött ez az egész? Igazából felkértek, a VAMA díszelnöksége írt nekem, és megkérdezte, hogy hát szeretnél-e igazából. Ez nem az első alkalom, és akkor gondoltam, hogy tudják, meg hallották. Én ezt visszamenőleg egy 3 éve elkezdtem már csinálni ezt a workshopolást, és akkor jött az ötlet, felkértek, és akkor hát persze nem tudtam nemet mondani. Mit lehet megtanulni ezen a workshopon? Hát igazából a fényképezés történetétől kezdve az alapfogalmakon keresztül egészen a modern telefonos korszakig én mindent említeni fogok és elmesélni, tehát hogy jött létre az első kép, mi a háttere az egésznek, ami hozzásegített ehhez, a játékok korszakától egészen a mozgóképig, utána említeném az alapfogalmakat, mindazokat a beállítható tényezőket, ugye, amik nélkülözhetetlenek egy jó kép elkészítéséhez, és ugye ezek után rátérnék maga a kompozícióra és a tippekre, amivel elkészülhet egy tökéletes mobilos fotó. És kiknek való ez a workshop? Konkrétan kiket vársz? Hát igazából bárkit, akit érdekel a fényképészet, vagy közel áll a szívéhez, vagy esetleg aki most kezdett hozzá és szeretné megtanulni az alapokat, vagy pedig olyat, aki már benne van profin ebbe a fotózásba, és szeretne pár trükköt elsajátítani, ugye, ami a mobilos fotózást illeti. Tehát bárki olyan, aki pozitívan gondol erre az egészre, és érdekel egy kis extra. Egyébként nagyon más mobillal fotózni, mint mondjuk egy profi fényképezőgéppel? Igazából, ha megtanulod az alapokat, azokat el tudod sajátítani maga a gép, profi gép alkalmazásával, meg a telefonnal is. Hogyha a telefonon van manuális beállítás, akkor szinte ugyanaz, ugye maga a beállítások és a képnek az elkészülése, de azért ég és föld a különbség, tehát akár egy legújabb telefonnal se lehet azt ugye elérni, amit egy profi géppel. Mikor és hol lesz ez a workshop? Hát ez a workshop most szombaton kerül megrendezésre a VAMA dísz termében, vagyis a Vojvode Misicse egyben, ami ugye a Magyar Szó épülete, reggel 10 órakor. Az első egy órában el szeretném mesélni ugye magam, amit elkészítettem, és a következő egy órában pedig lesz egy gyakorlati rész, ahol elsajátítják a résztvevők, vagy inkább kipróbálják azt, amit tanultak az előző órában, tehát úgy gondoltam, hogy ilyen cetlikre ráírok kis feladatokat, és akkor mindenki húzni fog, és abban a teremben, esetleg ha szép idő lesz, akkor kint az udvarban csinálunk egy ilyen kis gyakorlati részt. Kell-e előre jelentkezni, illetve hány főt tudsz fogadni? Igen, kell előre jelentkezni a VAMA dísz oldalán, vagy Instagram oldalán, vagy Facebook oldalán, és úgy körülbelül 20 fő a maximum, amit tervezünk. Biztos vagyok benne, hogy te, amikor görgetted a közösségi oldalnak a falát, akkor biztos picit más szemmel nézed a fotókat, mint mondjuk az a személy, aki nem fotós. Mit szoktál látni? Hol szoktak megjelenni a legtöbb hibák a fotózásban? Tudunk egyáltalán fotózni? Én most úgy általánosságban kérdezem. Hát a mai világban ugye mindent könnyen meg lehet csinálni, hogyha akár szelfit is készítünk, vagy másról fotót, azt valójában teljesen át tudjuk editelni, ugye megszerkeszteni, nem is tudunk saját magunkra se hasonlítani, olyan applikációk léteznek a mai világban, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz azt a határt megtalálni igazából, hogy mi a valós és mi a nem, mert most manapság az ugye az Instagramon meg a közösségi oldalakon minden ugye a tökéletes fotó érdekében készül, és csak is a tökéletes fotókat ugye rakják fel, és így reklámozzák magukat. Szóval nagyon nehéz ugye maga a határt úgy mondom definiálni. Tehát a hibák igazából már szinte nem léteznek, mert mindent el lehet érni, és mindent ki lehet javítani, de azért az ilyen kompozíció hibák, hogy például egy kép kicsit kiesik a stabilitásból, nincs neki stabilitása, vagy kiégett mondjuk a háttér, vagy nem lett jól beállítva ugye maga a kontraszt, tehát az ilyen dolgokat veszem észre igazából, de leginkább a kompozíció, tehát maga a képbe, hogy,
hogy rakják az embereket, vagy a tárgyakat, hogy is arról, hogy csinálnak képeket, igazából szerintem ez, ami leginkább zavar. Hogyha most ugye ezeket az ilyen dolgokat nézzük, amit én megtanultam. Persze, hogyha megtanulod a szabályokat, azokat föl lehet rólni, és az is a lényeg szinte, és így tanították az akadémián, hogy majd ha elsajátítjátok, és ha már biztos tudjátok, na akkor szabad csak az össz, ugye, ilyesmit megszegni, minden szabályt, úgyhogy igazából manapság minden elfogadott. Úgy tudom, hogy befejezted a Művészeti Akadémia kamera szakát, és készítettél is egy érettségi filmet, amiben egy picit belestem, és nagyon érdekes hangulata van. Mesélj egy picit még erről a filmről. Tehát ez a film igazából egy inspiráció, adaptáció alapján készült az egyik sorozatról, amit én nekem nagyon megtetszett. Ugye nehéz volt ezt az egészet ugye megcsinálni, lefilmezni, ugye maga a helyzet miatt, és sajnos én elhúztam az akadémiai éveimet egy 6 hónapra, fél évre, persze ez nem világvége, de nekem az volt, úgyhogy eldöntöttem igazából, hogy most vagy Covid, nem Covid, én ezt meg fogom csinálni, mert ugye be volt zárva az akadémia, és semmilyen kelléket, illetve kamerát, fényt, semmit nem lehetett használni, és ezt a saját fényképezőgépemmel, a saját barátaimmal, akik ugye ebben a szakmában vannak, és van privát ugye fényük, meg ilyen kellékek, ami ugye kell az ilyen film elkészítéséhez, volt nekik, és hát én ez alapján és ez segítséggel próbáltam én ezt 2,5 nap alatt gyorsan megcsinálni. A film az hát egy ilyen kör igazából, nem beteljesült, nem megvalósult kör, és mindig ugye folytatódik, úgyhogy ezt a filmet meg lehetne még egyszer ugye egymás mellé rakni, és csak folytatódni fog, ez a lényege. Hát mindenkit, akit érdekel, az fönt van a YouTube oldalamon, úgyhogy inkább nem beszélnék maga a filmről, hogy miről szól, de maga a megvalósítás nem volt egyszerű, ugye a helyzet miatt le kellett szednem az emberek számát, akik ugye a filmen szerepeltek, illetve ugye foglalkoztak a filmmel, nem is beszélnek a filmbe, ezt is megkönnyítette igazából a dolgomat, úgyhogy ez alapján néztem, hogy tudok összetákolni egy filmet, amire nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, sőt, fesztivál ajánlatokat is, úgyhogy ez a következő lépés. Hát akkor ez egy jó kis bátorítás a továbbiakban. Ugye az interjú elején beszéltünk a fotózásról, most a filmezésről, most akkor merre húz jobban a szíved? Be lehet így határolni, hogy inkább kamera, vagy inkább fotózás? Tehát videó vagy apu fotó? Apu nem lesz büszke rám, ha ezt hallja, de én mindig a szívem a fényképezés felé húzott. A kamera szakot csak is azért írtam be, hogy megtanuljam azt is, mert már én eredetileg valamilyen szinten tudtam fényképezni, ugye apu engem tanított, mikor kisebb, fiatalabb voltam, de filmezni soha nem, ezért úgy voltam, hogyha ugye ezt is elsajátítom, akkor mind a kettőt párhuzamosan tudom majd csinálni, de én tényleg a szívem az mindig a fényképészet felé húz. Ami a videókat illeti, én nagyon nem vagyok filmkészítéshez, persze majd meglátjuk, hogy hova visz a jövő, inkább ilyen kis promó reklámvideókat, pár perces, egy perces, két perces reklámvideókat szeretek csinálni, és azt mai nap is csinálom, és hát igazából ennyi, tehát a fotózás az, ami a privilégium nálam. Hát én sok sikert kívánok neked a jövőben, így a szakmai szempontjából, meg persze más szempontból is. Még csak annyi kulisszatitkot árulok el így a hallgatóknak, hogy Útos András az apukád, ugye a neve biztosan ismerősen cseng a hallgatóknak is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Sziasztok!